Isten hozott valamit. Szervusz, itt a Browning Winchester standon. Szeretném ismét, odá jutottunk, hogy megkérdezhetem 2023-as újdonságokat. Nagyon sok újdonságot készülünk, természetesen. Beszélni. Hiszen így beszéltünk meg. Így van. És már ezt beszéljük reggel óta, igen. De most jutottunk. De kezdjük is, mert nem minket, nem ránk kíváncsi. Igen. Okay. Megérkezett végre újra légifényében csillogó B25-ös Porter. Gondolom látjátok ugye a letisztolt vonalakat már. Ugye a dokszerkezet már semmiféle véséssel, vagy eszes véséssel nincs ellátva, csak a sportra koncentrálva, sima, egyszerű kis... Nehogy elvigye a figyelmünket a véset. Nézzétek meg itt is. Gyönyörű. A szokási standard ventillált cső, ugye a ventillált csőség, a segédirányzék, igazándiból újra elérhető. Hásnak Robi barátomnál a bordó is lassan kézzel foghatóvá fog válni. Igen, hogyha kapok belőle. Igen, igen, kézzel foghatóvá válik. Egy pár izgalmas dolgot is hoztunk, amit szerintem múlt évben nem láthatatok. Hoztunk egy, nem egy olcsó mulatságot, viszont egy annál szebb fegyver. Ez a 525-ös XQT, ha jól mondom, Laci. Teljesen tök. Köszönöm szépen. A kiejtés is jó volt. Egy kézzel vésett 525-ös Browning puska. Kicsit távolabb, Laci, és akkor szépen, ó, nagyon jó. Majd én belenagyítom. Köszönöm. Köszönöm, Jézsia, jó? Igen. Mivel, ahogy idén nem akartunk semmiféle kormány közé történet eladni, de nagyon sok valós fegyvert hoztunk ki. Úgyhogy megérkezett végre a Browning puska teljesen valós kiadása, aminek a Scott kulcs is balra nyílik. Tehát a balkezesek rendszerűen tudják ezt használni. De vadász verzióban van bent, a Game True Left Hand néven futó fegyver. Mert és megpróbáltam mindig így kinyitni, de nem tudom, tehát nézzétek meg, hogy a Scott kulcs is balra nyílik esetleg. Itt ugye a fegyvervásárlással kapcsolatos tanácsokat újra kell értelmezni. Ugye úgy tűnne, mintha már ellennek ott van gyárilag a fegyver, pedig csak jó zárulás. Pontosan. Menjünk a másik állványra. Hozom magammal a legfontosabb eszközt, csak mindig lehet, biztos már találkoztatok vele, meg szerintem Robi a videóiban is beszélt már a Fox fegyverekről, ami a török gyártmányú fegyverünk. Megérkezett az új változata neki, ami egy sport változat, meg is tudom nektek mutatni. Átható pofadékkal, szélesebb csősinnel, inkább én azt mondanám, lehet, de majd Robi megerősít, hogy lehet inkább egy, akár a trapra is kiválóan alkalmazható. Ki lehet próbálni. Így van. És nézzétek meg, hogy piros fluoreszkáló irányzék van elő, és már ugye az extended, az a kilógó csokkok, 5 darab van hozzá szedve, és nagyon szintén jó. Standardben az egyes, a többi lehet, a sorrendváltó, és letisztult forma. Józsi, az első kérdése a kedves ügyfeleknek biztosan az lesz, hogy rendelhető-e még hozzá plusz csok, tehát megjelent-e már a külső csok, mint plusz termék? Elérhető a standard 5 darab csok, tehát a plusz szűkítés, 4-es feles, 3-4-es és a cilinder elérhető ugyanúgy hozzárendelhető. Ha esetleg valaki véletlenül elhagyná, akkor nincs ebben probléma. Szintén itt van ugye a standard koszorít, mert ismertek, itt bemutattam nektek. És még egy dologgal szeretnék nektek készülni, vagy kedveskedni. Megérkezett hozzánk a Noblexnek az NZ8-as szériája, amit már Robival beszéltünk benne a boldon, és ezt meg fogjuk itt mutatni nektek, hiszen ő egy balisztikai tornyos igazándi volt, tehát aki hosszú távú lövésre vagy versenyre szeretné ezt használni, bátran merjük ajánlani. Rengeteg kiegészítő van a doboz, tehát már ugye a hosszútok szűrő, és az elejéhez pedig a fény, vagy a visszacsillogás gátló is bele van téve, tökéletesen lehet vele látni, kiláttuk rá a szuperút. Egyetlen érdekes dolga van, amikor majd elmentek és ilyet fogtok keresni, 34-es típusra érkezik a fegyver. Vagy a fegyver, az optika, bocsánat,
szerencsétek van, akkor a fegyverhez megvásárolható a 34-es szerelés. Világító pont a parasztus állítás lehetőséggel igazán volt. Mennyi garancia van ezekre? 10 év garancia tárcsönekre. De igazán volt, mi azt látjuk, hogy a garanciális kiszolgálás az kiváló, nincs sok garanciális probléma tárcsönekkel Oké. Milyen kaliberig ajánljátok ezt? Van valamilyen kaliber korlát? Itt nagyon sok kaliber korlát bátran lehet használni. Tehát akár egy 3-4 korlát, akkor van ezt kiváltunk. Tehát nincsen meghatározva a belső korlát. Jó. Köszönöm szépen. Kérdés Robertunk hozzá. Nagy nyitás ennek a tárcsőnek, amit látható, 2,50-es. Szuper. Szálkeresztje. Szálkeresztje pedig a BDC. Aha. Lehet, hogy bele lehet, itt sug a kollégám. Aha. MHS, várjátok így, mert akkor jobban látják. Nagyon szuper. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen a gyors prezentációt, az ezévi gyors prezentációt, és meg a mosolyt és a barátságot. És akkor találkozunk majd talán jövőre is. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.